Nagyon klassz volt ez a nap veletek. Remélem mindenki olyan jól érezte, én le is pirultam, barnultam, nem tudom, mi a helyes szakifejezés, nem is érdekel. De nagyon jó volt, jó itt veletek most is. Ha megengeditek, most egy picit jobban bemutatkozom. Bánki Lajos vagyok, ugye már mondtam, a Budapesti a gyülekezetben szolgálok lelkipásztorként, és tanítok a Pünkösdi Teológiai Főiskolán is vezetés, tudomány, keresztény, coaching tanszéken és teológia tanszéken is. Ami engem legjobban érdekel a, a Bibliából, a Biblia emberképe, és számomra mindig nagyon izgalmas, hogy hogyan tudom a friss ismereteket, az új tudományos eredményeket összekapcsolni a Biblia igazságaival. Hogy egy-egy Biblia egy-egy bibliai gondolat, egy-egy új ismeret fényében még értékesebben ragyoghasson. Talán, mint egy, mint egy kő, amit, amit egy értékes foglalatba helyeznek. Úgyhogy Amiről ma szeretnék beszélni nektek, és tulajdonképpen holnap is, az az életünk teljességének, örökkévalóságának, perspektíváinak egy szemlélete. Ami ehhez egy keretet szolgáltat, az Vörös Sándor egyik kis verse szösszenete, a teljeség felé címre hallgat, ebből a verses kötetből, és azt mondja számunkra, alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. És szeretném, ha ezt megvizsgálnánk, ezt az érdekes képet, mi van a földön, mi van az égben, mi az a létra, és mi ezzel az egésszel a dolgunk. A közelmúltban az egyik magyar színésznő, kitűnő magyar színésznő mondott egy kicsit ilyen fanyar, keserű mondatot, csak úgy fél füllel kaptam el valamelyik híradásból. A lényeg az volt, remélem tudom pontosan idézni, hogy Mindenki 200 évig akar élni, és közben 20 évesnek kinézni. És azt hiszem, hogy rámutatott valami erős problémánkra. Tényleg így akarunk élni. De honnan van ez az egész? Miért akarunk 200 évig, vagy 120 évig? Mert nem akarok hazudni, de valami ilyesmi szám hangzott el. És én azt gondolom, hogy ez. Függetlenül attól, hogy hiszünk-e Istenben, vagy nem hiszünk, ennek az az oka, hogy ez volt Isten eredeti terve. Amikor megteremtette Ádámot és Évát, nem úgy tervezte, hogy hát akkor majd úgy elkezdenek romlani a, a sejtjei, a DNS egyre töredezettebb lesz, egyre kevésbé tudja kiavítgatni magát, meg megújítani se, sejteket, és akkor majd így szépen leállnak. És meg Nem. Nem ez volt Isten terve. Azt mondta, hogy itt van az egész, a föld, nektek adom. Legyetek jó gazdái, hajtsátok uralmatok alá, de itt valamilyen intézői uralmat mondott, hogy tiétek mindenem. Mint ahogy egy atya mondja azt a gyermekének, hogy. És ez később is megismerkedett a szentírás, hogy de hiszen, ha fiak vagytok örökösök is, minden, amit az Isten megteremtett, azt nekünk adta. És, és életünknek ez a vágy, hogy minél tovább éljünk, és azt minél jobban csináljuk. Ma más sem hallok, a siker, a sikeres élet, a siker. Mi a siker titka? És tulajdonképpen teljesen érthető, hogy az ember, pláne hogyha ebben a 70-80 évben gondolkodik, akkor az akarja minél jobban megélni. Mégis valami érdekes dolgot Ár elénk a Példabeszédek könyve, um, bocsánat, a prédikátor könyve, Salomon prédikátor könyve, um, harmadik rész, tizenegyes verse, ezt mondja tehát Predikátor 3.11. Mindent szépen alkotott Isten a Maga idejében. Az örökké valóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Tehát ezt az örökké valóságot ő helyezte a szívünkbe. Na de hát akkor meg micsoda kegyetlenség, hogy örökké valóságot helyez a szívünkbe is, és akkor mégse élünk örökké, vagy hogy van ez? Nos, azt gondolom, hogy nem, egy másik eh, dolgot hozok ide nektek el, először. Én régen eh, eh, keresztényként, én eh, 60 éves voltam most, és abból 48-at Istennel töltöttem el, 12 éves koromban tértem meg is, és, és azért már úgy nagyon sok mindent hallottam ez alatt a 48 évelt. És eh, nagyon bántotta a fülemet, amikor az emberek kocintanak, meg, meg valami jó dolog, buliba mennek, vagy és azt mondják, hogy egyszer élünk. És akkor mindig de hogy egyszer élünk, mi hiszünk abban, hogy van egy földi életünk, meg van egy örökké tartó mennyei életünk. Nem? Ez a hitünk. Aztán, ahogy úgy egyre jobban megismertem Isten szívét, hogyan is gondolkodik ő, és én szeretnék úgy gondolkodni, és olyan szívet elsajátítom, mint az övé, revidiálnom kellett a teológiámat. És képzeljétek, most már igaznak tartom ezt a mondatot, hogy egyszer élünk. Egyszer élünk, de mi most már úgy kocitunk, egyszer élünk, de akkor örökké. És tudjátok mi a kettő között a különbség? Hogy az ember látja, hogy hát itt van ez a küzdelem, hát valahogy, de hát azért abba is kell, az is egy képkocka, de hát az is legyen szép, színes, legyen benne minden, a siker, a jólét, az autó, a kiskutya, a gyerek, a családi ház, minden, legyen teljes, és akkor valami jön, valami filmszakadás, vagy nem tudom, tehát, hogy és akkor valami elkezdődik. És ma már nem így látom. Egyben látom folyamatosnak látom. És erre hívlak, erre a gondolkodásra benneteket is, hogy így lássuk magunkat az örökké valóságban. Nüansznyinak tűnik a különbség, mégis óriási. Ha az örökkévalóság valóság végtelen filmszalagján, mint az a Möbius szalag, az a örökké valóság jele, ha úgy látom az életemet, akkor egy másik perspektívába helyeződik az egész gondolkodásom. És a gondolkodásról nagyon fontos elmondanunk, hogy úgy működik a szívünk, érzelmi központunk és a, az agyunk racionális vagy kognitív része, hogy vannak az érzéseink, a világhoz való hozzáállásunk, a attitűdjeink, hogy hogy szemlélünk dolgokat, és abból születnek megállapításaink, döntéseink és cselekedeteink. De Epiktétosz azt mondja, hogy nem a tények zavarják igazán az embereket, hanem az, amit a tényekről gondolnak. És ez valami, Valamire rávilágít nekem, hogy mennyire másként lát. Hát tények azok tények. Itt van egy tárgy, akárhogy nézem, fekete gömbölyű hoz. Tehát ez tény. De azért annak is vannak látószögei, és egyáltalán bármit gondolhatok. Ha olyan az én attitűdöm, hogy mindent rettegek, mert számomra a világ egy veszélyes, sötét hely, ahol állandóan támadásoknak, kirabolásoknak, csalódásoknak, megcsalásoknak, kihasználásnak kell szembenéznem, akkor egy picit a világom ilyen is lesz. És ezt úgy fogom látni, hogy lehet, hogy valami veszélyes fegyver, vagy egyáltalán jobb távol lenni tőle, mert, mert megrázhat, meg megtámadhat, meg felrobbanhat, mert hiszen elektromosság van benne. Tehát, hogy borzasztó fontos, hogy a világot hogy látjuk. Ezért hívlak erre az utazásra benneteket, az örökké valóság vonalán, és a gondolatainknak egy, egy kicsit, merem vállalni ezt a szót felkavarásával, hogy egy picit formáljuk szívünket, elménket, érzelemvilágunkat, attitüdjeinket, hozzáállásunkat, nézőpontunkat, világnézetünket, ezeket így egyben. És számomra nagyon érdekes, hogy hogy azt, az egy régi magyar mondás, hogy amilyen az Istened, olyan lesz az életed. Ez arra mutat rá, hogy amit Istenről gondolunk, hiszünk, remélünk, az fogja vezényelni, irányítani az életünket. Mondok egy példát, mert tudjuk jól, hogy a kereszténységnek már saját betegségtudománya van, a megbegtegítő hit, Gyökösi Bandi bácsi kitűnő könyvet is írt erről, hogy ha nem jó az Isten képünk, nem helyes a a Szentírás megértésünk, akkor az olyan félreértésekhez vezethet, ami megbetegít bennünket. Amikor csak örök kudarcosnak, bűnösnek, értéktelennek látjuk, aki bármerre lép valami, valamit hibázik. És ennél a képnél még milyen kép van, aki lesújt. Nesze. Itt egy pofon. Itt. És tényleg úgy kezdődik a napunk, hogy várjuk az első pofont, az első csalódást. De Isten nem azt akarja, hogy így éljünk. Ő azt mondja, hogy egy értékes életre. És egyébként visszatérve a siker gondolatára, számomra a siker definíciója egy gyümölcsöző, értelmes keresztény élet. Így vállalom a sikert. Legyetek sikeresek. És Isten is úgy működik, mint bármelyikünk, akinek van gyereke. Én nagyon sokat tanultam a gyermekemtől, Istenről. A gyermekemtől tanultam az Atyáról. És tudjátok, hogy? hogy amikor apa lettem, megértettem egy csomó dolgot, hogy egy apa hogy látja a gyermekének a erőfeszítéseit, küzdelmeit, hibáit, milyen nehéz néha nemet mondani, amikor... Mondok egy példát. Gyakran érezzük úgy, hogy hiába kérünk, könyörgünk, imádkozunk, nem hallja meg az Isten. Nem akarja teljesíteni. És történt egyszer, hogy a gyerekemnek torokgyulladása volt, és, és, hát azt mondták, hogy most ilyen hideg dolgokat kerül, nyár volt egyébként, és hogy az ilyen hideg dolgokat kerülnie kell. És hát hol vezet ilyenkor a séta egy ilyen tízméteres méteres fagyis pult előtt? ilyen az élet, és akkor ott vannak azok a gyönyörű, színes fagylalt csodák, amik ezeknél a mai fagylalt művészetnél csak előfordulhatnak. És, és hát mit csinál a gyerek ilyen csőlátásba, hogy fogyi, és mondtam, hogy nem lehet. De én fagyit akarok. És elkezdett zokogni. És akkor mit csináltam? Felvettem. Magamhoz öleltem. És még ott is verte a melkasmalt. És közölte velem, ha nem kapja meg a fagyit, az azt jelenti, hogy én nem is szeretem őt. Mi volt ehhez képest a valóság? Hogy úgy szerettem, hogy akartam, hogy meggyógyuljon. És azzal tudtam kifejezni egyedül a szeretetemet? hogy nemet mondtam a fagyira. És értem én, hogy ő nem értette ből semmit, de valamit ő megtanított nekem ott abban a pillanatban, hogy ugyanilyen toporzékoló kisgyerek tudok lenni néha. Mert én nekem fagyik -e? persze nem fagyik, helyettesítsetek be bármit, és amikor nem adja meg, akkor nem szeret. Egyáltalán a, a, az éretlen ima életünk miről szól? Isten adja meg, vegye el. Kész. Olyan, mint egy ilyen kávéautomata, csak ezt imaautomatának automatának hívjuk, és tényleg néha érzem, jönnek oda, mi? és kérdezem, miért imádkozunk. Adja meg, vegye el. Um, igen, de Isten nem ima automata. És akkor megkérdezem, hogy és mi, mit kezdtél el? Mi lesz az első kis lépés. Mi lesz az, az erőfeszítésed, amit Isten majd gazdagon meg tud áldani? És akkor néznek, hogy... De hát én csak egy imáért jöttem, te meg itt dolgoztatsz engem. De azt figyeltem meg, Jézusnál is, hogy mindig megállt egy picit. Jött, mondok a legnagyobb példát, hogy a... a egész életében béna ember, tudjátok, aki oda vittek elé, és akkor a tömeg volt, hogy mindenki várta a csodát, úgy tudta csak leengedni a, a Biblia szerint, hogy a tetőt ki kellett bontani, és ott leengedték szegényt ilyen lepedőben. És mit kérdez tőle Jézus, mikor végre nagy nehezen elé vonszolják? Mit szeretnél? Mit tegyek veled? És én nem hiszem, hogy Jézus nem volt elég kreatív, hogy felismerje. És tényleg most, mi ez a kérdés? Én el tudom képzelni, a Béna mondta, hogy szerinted? Tehát, hogy, hogy annyira nyilván, de Jézus azt akarta, hogy fogalmazza meg. Legalább mondja ki, és a többi esetben is azt látom, hogy hiszed -e, hogy meg tudlak gyógyítani? És az az igen, elég volt ahhoz, de azt oda akarta, hogy tegyék. És ezt mindig elmondom, elmondom most is az 5000 ember megvendégelésének története. És úgy hangzott el, bocsánat, akik ezt már ötször hallották, de nagyon ide illik, hogy oda mentek az apostolok, és a problémát felvázolták Jézusnak, hogy itt van az 5000 férfi, meg a családtagjaik, és hát nagyon éhesek, úgyhogy el kéne engedni, vagy valamit csinál. Mert ebbe jók vagyunk a probléma felvetésben. A megoldásban már nem annyira. És akkor Jézus ilyen arcul szerűen visszadobta nekik, hogy ti adjatok nekik enni, oldjátok meg. És akkor megint elkezdtek gondolkodni. Hát, de hát ha uram, és elképzelem, hogy ilyen szalagos számológépek kiszámolták, hogy mennyi pénz kellene az 5000 ember megvendégel, és, és bebizonyították Jézusnak, hogy nincs annyi pénz az egész csapatnak, amennyi kéne, hogy ezt meg e, nem tudom hány e, évi bér kellene ahhoz, hogy meg, e, meg e, tudják őket, e, jól akadni tudják. És akkor mit mondott Jézus? Mitek van? Hozzátok ide elém. És már akkor is csak egy kisfiú vette őt komolyan, ahogy lenni szokott, ezért is mondta Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek, aki elszaladt és valahonnan hozott öt ilyen kis pogácsát, meg két kis döglött halat. Van egy saját elméletem, nem a Biblia mondja, nem Pál, hanem Lajos. Lehet, hogy ez az eldugott családi készlet volt uzsonnára, vagy vacsorára, nem tudom. De ő odahozta a legtisztább szívvel, és Jézus abból csinálta a csodát. Abból, amit oda, nagy nehezen kiizzadtak valamit, vagy hát a kisgyerek helyettük, a tanítványok helyett, és azt szaporította meg. Abból lett annyi kaja, hogy a maradék tizenkóit Megint csak azt mondom, hogy ez ezt jelenti ez az egész folyamat, hogy alattunk a föld, felettünk az ég, bennünk a létra. Ma a fenti részéről beszélünk, holnap majd a földi, a saját részről, de ezt nem lehet összefüggésen nélkül látni. Isten azt akarja, hogy örökké csak ráfigyeljünk, higgyünk benne, és járjuk, járjuk végig ezt az utat. Innen, oda, őhozzá. És erről eszembe jut egy kép, amikor jöttem itt az autópályám, többször volt ez a völgyhíd, meg hegyek, meg, meg ilyen hirtelen kanyarok, és vezetem az autómat, és ugye a hegy oldal mögött így eltűnik az út jobbra. Vajon ki az, aki vezet, vagy akinek jogosítványa van? Igen, mindenki. Most már meg is tornáztattalak bennetek. Mindenki. Szoktatok-e arra gondolni, hogy úr Isten, lehet, hogy az út nem is folytatódik a hegy mögött. Nem. 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 Miért? Mert hisztek abban a tervezőmérnökben, meg abban a mellényes út vakaró munkásban, aki megépítette. Hisztek benne, hogy nem hagyta ott félben az autópályát, hogy a kanyar után is van út. És um, azt mondja a Szentírás a, um, a hitről magáról, hogy hát hogy mi is az a hit? Hát a zsidók 11. rész, első verse, gyönyörűen mondja, a hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Látod-e életed valóságait, és benned van-e ez, a nem látott dolgok felől, a folytatás felől való szilárd meggyőződés. Hiszed-e, hogy a kanyar után is folytatódik életed útja? Ez kulcsfontosságú. Elmondom, hogy, hogy azt látom, hogy emberek évtizedekig járnak Istennel, és, és magam, magam rossz példát is mondhatom, hogy százszor megmentett, 48 év de hogy százszor, ezerszer. Megáltott, megmentett, kisegített. És még mindig fülön csípem magam, hogyha valami történik, ezer egy egyszer is megdobban a szívem, hogy Úristen, hogy fogom ezt megoldani? Így egyes első szemét. Mert ha van ez a berögződésünk, ez a gondolkodási hibám, nem tudom, hogy mi fog történni, de azt tudom, hogy nekem kell megoldani, és hát azt is érzem, hogy nem fogom tudni megoldani. Isten hozott a szorongó 21. században. Ez a gondolkodási sémánk, és ez a gondolkodásunk torzítása. Mert ebből a háromból egy sem igaz. Nem igaz, hogy nem tudjuk, mi fog történni, ő megígérte. Azt nem ígérte, hogy az odavezető útban nem lesznek kátyuk, kihívások, próbák. De ott megint csak az én agyamra tudok mutatni, ha egy próba ér, két lehetőség van előttem, azt mondom, hogy Úristen, miért mindig velem, miért mindig az Isten engem sújt, miért engedte már meg szegény Lajos fejére megint ezt szállni, és egyáltalán Istenem látszette még engem, vagy elfejtettél. Ez az éretlen hit a miért. Az élő éret hit azt mondja, nem tudom, hogy miért következett be a próba, de azt tudom, hogy igaz a Lukács 11-ből, hogy nem tudom miért, de azt tudom, hogy nem olyan atyám van, aki a gyerekeit nem szeretné, és kígyót adna nekik, amikor azok halat kérnek. Ez életem minden Sötét foltjára az utolsó magyarázatom. Hiszed-e ezt? A nem tudom, hogy mi lesz a megoldás pillanatokban. És egyébként azt is tudom, hogy ezeket az értelmetlen, éretlen miért kérdéseimet sokkal helyesebb hogyanra lecserélni. Nem tudom, hogy miért jött ez a próba. Nem is érdekel. Az érdekel, hogy hogyan fog Isten átvinni engem ezen, és már is nem félek rettegek, hogy a saját hajamnál fogva kell majd kihúzni magamat a gödörből, mert az ugye fizikailag is lehetetlen, hanem azt várom, hogy hogyan visz át azon. Hogy folytatódik az út a sötét hegy mögött. És ő erre hív, erre a bizalom kapcsolatra. Van egy ilyen tréning gyakorlatunk is, hogy a résztvevők házastársi programokon például egymás mögé állnak, és aki háttal áll elől, annak így hátra kell dőlni a másik karjaiba. Hogy el tudja -e hinni, fogadni, hogy őt ott el fogják kapni, ha így csukat szemmel hátradől. Félelmetes nagyon sokan belesekezdenek. se <laughs> Hiszed-e, hogy hátradőlhetsz Isten karjaiba? Hiszed-e, hogy ő el tud, mindig el tud kapni? Én azt hiszem, hogy sokszor nem merünk hátradőlni az ő karjaiba. Ezért mondja az írás, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző próbák, hogy hú, hú próba, megint, de jó, kihívás. Nem, nehéz, de hogy valami érettebb szemléletre hív bennünket a szándor. Ja Istenem, miért? Miért pont megint én velem? Ez az éretlen gyermeki szemlélet. Ő azt mondja, hogy csak bíz bennem. Bíz bennem, hogy örökké valóságra teremtettelek, örökké valóságra hívtalak el, és végig megépítettem az utat. Az egész autópálya kész. És ha ezen így látod magad, akkor nem csak az M7-es autópálya tervezőjének és az útépítő munkásnak fogsz hinni, hanem hinni fogsz a Teremtődben is. És hinni fogsz önmagadban, egészséges hittel, hogy Isten nem teremt selejtet. Mert ő ezt az egész képet így vázolja fel. Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. És csak azt akarja, hogy jöjjünk. Jöjjünk hozzá. Ebben lehetnek törések. Lehetnek fennakadások. És itt vagyunk most egy társkereső programon, ahol egyik állandó témánk, hogy mit kezdjünk a csalódásainkkal. Mit kezdjünk, amikor úgy érezzük, hogy becsaptak minket, kihasználtak egy kapcsolatban? Mit szokott ilyenkor tenni az ember? Tanul belőle, de azért sokszor hallom, hogy nem úgy tanulunk belőle, hogy legközelebb igyekszem ezt a hibát már nem elkövetni, ha, hanem azt mondjuk, hogy na mostantól már ezt nem lehet velem elkövetni. A legközelebbivel majd keményebben bánok. Gratulálok, egy ártatlan emberem fogod leverni az előtte levő vadidegen hülyeségét, aki már rég máshol jár. Ez az új szerencsétlen nem is tud arról, sose találkoztak. Az egész csak a fejedben van, ez az összekötés, és azt hiszed, hogy ahogy ott hittél valakinek, és most ezt a hitedet valami önmagad megkeményítésével kell felváltani. Téves képlet. Ha van valamit meg kell őrizni, az a hitünk. Csalódásaink idején is. Csalódtam, összetörték a szívemet, de tudom, hogy azt Isten újjá tudja építeni félre is állok Isten útjából. Néha az a dolgunk egyébként csak, hogy félreálljunk a Szent Lélek útjából, ne akadályozzuk őt. De ezt a képet hoztam nektek befejezésül a ma estére. Ez egy japán művészeti ág, úgy hívják, hogy kintsugi. Kintsugi, nagyon szép neve van. Mielőtt még erről beszélek, el akarom mondani, hogy én egy keresztény, köszönöm szépen, keresztény kiadású valamilyen füzetben, könyvben olvastam, és ez egy kering is a megbocsátásról, hogy... Vett példának, hogy egy tányért, ha összetörnek. Hallottátok ezt a példát? Hogy, hogy lehet megbocsátani, lehet újrakezdeni, de azt a tányért már összeragazgatni nem lehet. Hát ez a, ez a művészet pedig pont erre épül, ez a jó hírem, hogy, hogy a lényege az, hogy összeragazgatják az összetört tárgyat. És ugye mit gondolunk mi egy összeragasztásról, hogy lehetőleg minél pontosabban, hogy ne is látszódjon. Ehhez képest ők meg kitaláltak, hogy de, direkt látszódjon. Mert szerintük az szép. És nem elég, hogy összeragasztják, hanem abban a ragasztásban még aranyport is kevernek, hogy kiemeljék, hogy itt volt az összetöredettsége, és abból egy műtárgyat csinálnak. Mert a filozófiájuk szerint az aranyhelyreállítással aranyat használva nem rontanak egy eredeti tárgy egy cserépedény értékén, sőt, Inkább rámutatnak a megtörés és a helyreállítás szépségére. És örömére. Ezáltal újraírják vagy folytatják a tárgy történetét. Isten is így van velünk, nem dobja ki az összetört szívet sem, a hétszer megtagadót sem, a, az évekre, az ezer lépésre tőle eltávolodót sem. Azt szoktuk mondani, elmehetsz ezer lépésre Istentől, mindig csak egy lépést kell visszafordulnod, mert Ő ott jön mögötted. Szóval erre hívlak benneteket, és itt fogjuk holnap reggel folytatni. Lássuk egymást és önmagunkat az örökké valóság végtelen útján, mert Ő örökké valóságra teremtett. És ez azt is jelenti, hogy az örökké valóságban való gondolkodásra teremtett bennünket. Látjátok úgy magatokat? Egy életetek van, de az örökké. Ez azért még egyszer megismétem, azért kulcsfontosságú, mert ahogy hiszel ebben, olyan lesz a mostani életed is, meg a folytatás is. Ha egyben látod magad és az örökké valóságra tekintesz, akkor valami megváltozik a jelenben is. Amen. Köszönöm szépen a figyelmeteket.